Prémium. 80 000 forinttal többet kapnak a nyugdíjasok novemberben. Pályaválasztás. Szakmai bemutatókkal várták a fiatalokat a Matthiasban. Jubileum. 130 éve vigyáznak az öreg lakiakra az önkéntes tűzoltók. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. 80 000 forintnyi nyugdíjprémiumot kapnak idén novemberben az idősek, ezt még pénteken jelentette be Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondta, 435 000 ember a nyugdíjtörvény miatt ennél kevesebbet kapott volna, de a gazdaság teljesítményének köszönhetően a kormány mindenkinek ki tudja fizetni egységesen a 80 000 forintos összeget. Hozzátette, ha a kormány gazdasági növekedést támogató politikája sikeres lesz a következő 3 hónapban is, akkor arra is lát esélyt, hogy a következő év elején a 13. havi nyugdíjnak már ne csak 2 hetet, hanem egy egész havi nyugdíjat tudjanak visszaadni valamikor február elején. A nyugdíjprémium összeg az 80 000 forint lesz. Lett volna 435 000 olyan ember, aki a nyugdíjtörvény szerint ennél kevesebbet kapott volna. Ők a fogyatékkal élők, a régen nyugdíjba ment TSZ nyugdíjasok, tehát van egy ilyen csoport, ez 435 000 ember lett volna, de úgy láttam a gazdaság teljesítményét, hogy mindenkinek ki tudjuk fizetni a 80 000 forintot, tehát egységesen fogjuk ezt odaadni. Emellett az infláció kompenzálásaként a második részt is kifizetik novemberben, így lesznek olyan nyugdíjasok, akiknek akár 100 000 forintot is vihet majd a postás. 2 éve volt, mikor kaptunk ilyen prémiumot, ha jól emlékszem, a betegség előtt, na most ez a járvány miatt, tavaly nem volt, de tavaly már 2 éve kaptunk valamennyit. Ekkor összeget mondjuk nem, mert ezt mondjuk hozzászámítjuk azt, hogy ami még kapunk hozzá, tehát az átszámítva körülbelül 100 000 forint, ott kapunk egy hónapban most, átlagban. A nyugdíjasok többségének jól jön a prémium és az infláció kompenzálásának együttes kifizetése karácsony előtt. Örülök neki, már tűzifára is kell vennem, meg az unokáknak karácsonyra ajándékot, meg hát egy kicsit össze kell rakni a tartalékra. A nyugdíjasok legközelebb jövő év februárjában várhatnak plusz pénzt nyugdíjuk mellé, hiszen akkor a 13. havi nyugdíj felét kapják majd meg járandóságuk mellé. A koronavírus járvány miatt 1 év kihagyás után idén újra megrendezi a Somogy megyei önkormányzat és a Somogy megyei kormányhivatala somogyi polgármesterek és jegyzők konferenciáját Siófokon. A hétfőn kezdődött 2 napos programon a közigazgatást és az önkormányzati rendszert érintő változásokról, aktuális kérdésekről tanácskozik a 250 résztvevő. Általában 2 csoportra hozhatók a témák. Egyrészt ugye a megyei önkormányzat feladat körével kapcsolatosak, így ma a Magyar Falu programról fogunk hallani, mint a megye által koordinált programokról, tehát fejlesztésekről, pályázatokról. Másrészt pedig a mindennapi hatósági ügyintézés, amely inkább a kormányhivatalhoz kötődik, a törvényességi felügyelet és a hatósági felügyelettel kapcsolatos témákat adunk át, és ugye a belügyminisztérium képviselője Fogásás Tibor úr pedig a központi irányítója az önkormányzatoknak, tehát úgy gondolom, hogy le tudjuk fedni a teljes spektrumát azoknak a kérdéseknek, ami az önkormányzatokat érdekelheti. 31 beteg meghalt és újabb 1492 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést, közölte hétvégi összesítőjében a koronavírus.gov.hu hétfőn. Eddig közel 6 millió embert oltottak be Magyarországon. Közülük 804 000 már a 3. adag vakcinát is megkapták. A kormányzati portálon azt írták, a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma meghaladja a 800 000. Pályaválasztási tájékoztató, nyílt órák, szakmai bemutatók, ez volt az idei kínálata Matthias napokon Balatonbogláron. A 3 napos rendezvényre a tanulókat és a még pályaválasztás előtt álló fiatalokat is várták. A gyakorló térben igazi különlegességekkel is találkozhattak a fiatalok a 60-as évektől egészen napjainkig. A
Az egyik különlegesség a Balatonboglári gyakorlótérben. Ez a piros dútra, ami itt van mellettem, ő a D4K A-típus. 1960. decemberében gyártották. Ő a négykerékhajtású középnehéz traktorok közül való, amelyik ugyanúgy alkalmas a mezőgazdaság, mint az erdőgazdaság mindennemi munkáira. Molnár Balázs nem csak dútrákat, de egy rába Steigert is hozott magával. Mint mondja, a gyerekeket ezek a méretű nehéz gépek mind a mai napig lenyűgözik. Ez pedig már a jelen egyik gépe, vezetője egy 19 éves fiatalember, aki a családi gazdaságban már most is aktív dolgozó. Számára a mezőgazdasági munka egy életforma, nem is tudja másképp elképzelni a mindennapjait. Az, hogy kimész a földre hajnali 6-kor, és még akkor kell fel a nap, és te csinálod, és változik mögötted a talaj, és életet teremtesz, az egy életérzés, ahhoz abba vagy születni kell, vagy annyira kell, hogy érdekeljen kisgyerekkorod óta, mert most én reménykedem abban, hogy most ugye az axiális, meg mindenki elkezdte támogatni ezt az iskolát, hogy rájönnek a fiatalok itt a gépész részen, hogy ez nem csak egy munka, ez sajnos ez egy élet, ez egy olyan dolog, ami szánni kell időt, mert ez úgy van, hogy elkezdődik az aratás, és egészen több hónapon keresztül az csak a munkának kell élni. Tehát nem létezik akkor más, nincsen nyaralás, nincsen semmi. A fiatal gazdálkodó szerint fontos a jó képzés és az új technológiák megismertetése a tanulókkal. Az iskolában most remélem azt is tanulják, meg is fogják szerintem tanítani nekik, hogy a gépeket hogyan kell kezelni, hogyan kell megcsinálni, miért érteni kell mindenhez. Most a GPS rendszer, ez már nem arról szól, mint a drága, jó öreg rába a magyar gépek, hogy csak beülsz, meleg van, nyitod az ajtót, jön a por. Itt már más, itt már légkondi, rugózik az eleje, már GPS rendszerek vannak, már csak be kell ülni a gépbe és megy magától. Úgyhogy remélem, hogy a diákok rájönnek arra, hogy ez nem egy olyan dolog, mint régen. Ez már egy sokkal modernebb dolog, most a drónt is beleértve. Az ipari drónok mezőgazdasági hasznosítása teljesen új innováció a szektorban. Bár még nem elterjedt eljárás, az érdeklődés már is óriás iránta. A nyílt napon, ha teljes működés közben nem is, de a biztonságos távolságot szem előtt tartva indították be az egyik ilyen drónt. Rendkívül nyitottak, és sőt azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak vásárlás tekintetében, szolgáltatás tekintetében is rengeteg megkeresés van, mert egyszerűen olyan szintű innováció, amit ők sem fognak tudni elengedni, és nem is akarnak elengedni. Rengeteg előnye van mezőgazdaság tekintetében, mind a monitoringnak, mind a permetezésnek. A jól megszervezett nyílt napokra óriási volt az érdeklődés a pályaválasztás előtt álló fiatalok részéről is. A Mátyásban folyó képzések népszerűségét az is mutatja, hogy a tanévet rekord létszámmal kezdték. Soha ilyen létszámban nem voltak jelen a tanulók, mint ahogy most a tanév kezdéskor, tehát most 400 fő fölötti a tanulói létszámunk, amiben mondjuk benne vannak a felnőtt oktatásban résztvevők is, tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy elértük a teljesítőképességünk maximumát, ami a létszámot illeti. Hiszem azt, hogy igen, népszerű az iskola, meg azt is tudom, hogy van hova fejlődnünk, és vannak céljaink nyilván. Az idei Matthias nyíltapokra több százan látogattak el az iskolába csak úgy, mint a gyakorlókertben megtartott szakmai bemutatókra. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai a hétvégén két esetben 4 bajba jutottnak segítettek partra jutni. A fonyódi vízirendőrök a Balatonberény előtti vízterületen 2 horgászt mentettek ki szorult helyzetükből, mert csónakjukkal a felerősödött szélben nem tudtak partra jutni. Vasárnap a Pálköve előtti vízterületre siettek, mert bejelentést kaptak, hogy a viharos szélben felborult egy sportvitorlás, 2 a vízbe estek. Az egyenruhások a férfiakat kimentették a vízből, majd a katamaránt a kikötőbe vontatták. Felborult egy kamion az M7-esen Martonvásárnál hétfőn kora hajnalban. A baleset miatt a stráda mindkét oldalán korlátozták a forgalmat, közölte a katasztrófavédelem. A tehergépjármű a forgalmi sávokat elválasztó szalagkorlátnak ütközött és felborult, majd ezt követően 2 személygépkocsi is nekiütközött a felborult járműnek. A rendőrség a police.hu-n azt írta, a felborult járműnek több személygépkocsi is nekiütközött. 130 éve alakult meg az Öreglaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jeles évforduló alkalmából szombaton más településekről meghívott önkéntesekkel együtt ünnepeltek az öreglaki tűzoltók. Emellett elismeréseket kaptak azok, akik több évtizede teljesítenek szolgálatot az egyesületben.
Az elmúlt 130 évben semmit sem változott az Egyesület célja, mely szerint az önkéntesek ott és akkor nyújtsanak segítséget, amire a legnagyobb szükség van. Az Egyesületnek megvan a 130 évvel ezelőtt kézzel írt alapító okirata. Ezt nagyon őrizzük, és erre nagyon büszkék vagyunk. Akkor a település értelmiségi rétege, a tanító, a jegyző, azok irányításával fogtak össze ezek az emberek, mert hát ugye a tűz elleni védekezés az mindig feladat volt egy településen, és ezért rájöttek, hogy szervezett formába könnyebb ezt végezni, természetesen az akkori eszközökkel, vödrökkel, csatárláncba fejlődve. Később, ugye majd mikor jött a kézi tűzoltó fecskendők, ami itt is majd most bemutatásra kerül, az már fejlődés volt, és utána jöttek a gépi eszközök. Az Egyesület az elmúlt 10 évben is dinamikusan fejlődött. A település vezetésével közösen tűzoltó szertár és garázs is épült. Ez a vagyon, az az önkormányzatnak, a falunak a vagyona is, és nem hagyjuk ezért önállóan, vagy önmagá hagyadva a tűzoltó egyesületet. Nyilvánvalóan anyagilag megpróbálunk segíteni, és nyilvánvalóan úgy egyeztünk meg az anyagi segítség mellett, ők pedig a maga fizikális munkát teszik bele. Hát nagyon sok szakember van az egyesületnek a tagjai között, akik ebben be tudnak segíteni, és nyilvánvalóan hogy a pénzeszközöknek a megsporolása is szem előtt van ebből a szemszögből, és nyilvánvalóan hogy az önkormányzat pedig támogatja anyagilag ezeknek a kivitelezéseknek a végrehajtását. A civil egyesületek fontosságát hangsúlyozta köszöntőjében Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője is. Mint kiemelte, nem véletlen, hogy a Magyar Falu programban is egyre több olyan pályázat van, amelyre az ilyen egyesületek is sikeresen pályázhatnak. Ezek a közösségek a falu motorjai, hiszen szabad idejüket feláldozva, a tűzoltók sokszor a testi épség őket kockáztatva, és ami nagyon fontos, ellenszolgáltatás nélkül végzik ezt a szolgálatot, és lehet, hogy hetekig, hónapokig nincs semmi feladat, de ha menni kell, akkor viszont menni kell. És egyre több olyan jelet látni, hogy ezek az egyesületek úgymond békeidőben is nagyon aktívak, hiszen társadalmi munkákban vesznek részt, vagy beruházásokban segítenek, például most az öreg lakiak itt a kerékpárút építéséhez jelentős mennyiségű vizet hordtak. Tehát ezek nagyon komoly motorja a településnek. Az önkéntesek munkája és felkészültsége nem csak a településükön, hanem egy esetleges havária helyzetben is nagyon fontos lehet. Természetesen a munkám során is fontos az, hogy a civil szervezetekkel kapcsolatban legyünk, hiszen a Megyei Védelmi Bizottság elnökeként nem csak a Védelmi Bizottság tagokkal, a hivatásosokkal, a katasztrófa védelemmel, a rendőrséggel, kórházzal, az egyéb szolgáltatókkal, fegyveres rendvédelmi szervekkel kell, hogy együttműködjünk, hanem nagyon sokszor van segítségünkre a megyében élő civil szervezetek is és társadalmi szervezetek. Az ővelük való együttműködés nélkül azt gondolom, hogy nem sikerülne az állampolgároknak az egyes ügyeit, a problémáit többek között akkor, hogyha valamilyen havária helyzet van, vagy valamilyen segítségre szorulnak, nem sikerülne ilyen jól megszervezni. Én azt gondolom, ez a jó együttműködés garancia erre, hogy ezeket a feladatokat magas szinten végre tudjuk hajtani. A 130. évfordulón egy kisebb versenyt is rendeztek az önkéntes egyesületeknek, amelyben idén a legjobbnak a buzsákiak bizonyultak. Életünkben meghatározó szerepet játszanak a házi és a haszonállatok. E kapcsolatra hívja fel a figyelmet az Állatok Világnapja, amit Assisi Szent Ferenc az állatok és a természet védőszentjének emlékére október 4-én tartanak. Nagy István agrárminiszter ennek kapcsán elmondta, Magyarország faunájának, környezeti körülményeinek megvédéséhez a lehető legszélesebb társadalmi egyetértést kell megteremteni. A kormány ezért online környezetvédelmi felmérést indított, amely a jövőnket és társadalmunkat leginkább meghatározó zöld kérdéseket tartalmazza. Hozzátette, fontos tudni az emberek véleményét, mert így lehet egy olyan jogszabályi környezetet, pályázati lehetőségeket létrehozni, amelyek leginkább alkalmasak a siker eléréséhez. A miniszter szerint szemléletváltásra van szükség arra, hogy az emberek ne azt kérdezzék, hogy mit kell tenni másoknak, hanem hogy mit kell tenni nekik a teremtett világunk megőrzéséért. Prémium. 80 000 forinttal többet kapnak a nyugdíjasok novemberben. Pályaválasztás.
Szakmai bemutatókkal várták a fiatalokat a Matthiasban. Jubileum, 130 éve vigyáznak az öreg lakiakra az önkéntes tűzoltók. Friss videós tartalmakért ne felejtsenek el kattintani a Somogy Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára. Holnap kissé szeles, de napos idő várható, hamarosan jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Híradóval legközelebb holnap este találkozhatnak itt a Somogy Televízió műsorán. Viszontlátásra, szép estét!